Elmondanád, hogy miért van teli az én fórium a te cicis videóiddal? Mivel? Anya, tudod, hogy ez csak egy trend? Nem érdekel, Andi, be lehet fejezni. Veled álmodtam, András. Igen? Na és mit? Nem emlékszem. Ja, ok. Megyek tanulni, édesanyja. Azt nagyon jól teszed, Jászmin. Győztem! Oké. De hogy nem vagy ideges, hogy nem te győztél? Ilyenkor elmegyek takarítani. Takarítani? De mit? Hát mi mást a WC-t? És az segít? Persze, mert a te fogkeféddel teszem. Teszed le, Róna! Nyuci, hazudtál. Miért is? Ma szexuális nevelés volt a suliba. És? És kérdeztem a tanárnőt, hogy tényleg meghal-e az a fiú, aki itt alszik, és én még nem vagyok 18 éves. Na és mit mondott? Azt mondta, hogy nem. De meghal. Márpedig meghal, édeslányom. Anya, itt a Máté. Oké, hívd be. Fokolom. Szeged felől jön a gőzös. Odaöntök, ahol szőrös. Piros golyó, zöld golyó, meglacsollak vén tojó. Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. Szabad! Fanni, add neki oda a festett tojásokat. Anya, ott a Meki! Oké. Okay. Kapok! Otthon is van kaja, nem? De csak egy csajburgert szeretnék. Réka, azt hiszed, hogy szülöm a pénzt? Oké, okay, akkor menjünk haza. Amúgy is azt mondtad, hogy imádod a főztömet. Mm-hmm. Ja, kamusztam. Mit mondtál, Réka? Nyuci, fiú vagy lány? Még nem tudom, kincsem. De anya, van olyan módszer, ami megmondja, hogy fiú vagy lány, de szódapikarból is pisi. Pisi. Igen, anya, de ez tuti módszer, ha felhabosodik, vagy nagyon bubizik, akkor fiú lesz, viszont ha nem csinál semmit, akkor lány. Na, jó, nézzük. Na? A pisinjek már nyugodtan. Nem habosodott fel, elvileg kislány. Ez nem 100%, majd holnap az ultrahangon kiderül. Oké. Okay. Mira? Mi van? Muti a 9. oldal. Köszi. Mégse kell. Nyuci. Mondjad. Átmehetek a Mátéhoz. Persze. Ez az? Ja, de előtte mosogassál el. Oké. Okay. Mi a? Nem már. Bocs, tesó. Csak egy óra múlva leszek ott. Lepcsánka. Beri. Darakása. Tejbe gríz. Kamatyol. Szeretkezik. Ménkű. Villám. Tik. Tyúk. Máma. Ma. Locsenge. Igen. Valami van a hajadban. Szed ki. Szivattalak. Kösz szépen. Adj egy kis vizet. Tessék, kösz fiázni. Szívesen. Mi a? Hihi. Bocs, te so. Mora, küldtem egy videót. Oké. Bocs, te so. Elnézést. Bekövetett egy új csajt. És privát a fiókja. Add oda. Uh-huh. Aha. Oké. Okay. Wow. Tessék. Köszi. De hát ez csak a másodonok a tesója. Te bassz! Hello! Hogy vagy? Jól, kösz! Na, jól van akkor, na, szevasz! Ez meg ki a vihar volt? Hív! Anyám! Anyukád! Hello! Szia, anya! Bá! Bocs, anya, nem hallak jól. Mi ez a hang? Csak a Zedina anyukája nézi hangosan a tévét. Jó, jó, fél négy, de hazérek. Bocs, tesó. Hallott, tesó? Most fuss! Tamás, szeret. Persze. Akkor bizonyíts be. Mit tegyek? Harcolj egy oroszlánnal. Nem akarok meghalni. Kér valami mást. Akkor add ide a mobilod. Hol is van az az oroszlán?
Augusztus vége, a jó világnak vége, mert újra itt az iskola, de mennék én most másba, mert szót se csináltam, egy tópatton se sétáltam, s meg ülhetek be újra a padba, hogy tolják az infót az agyamba. Kicsi. Nem. Kicsi. Nem. Jól van, akkor letiltom azt a lányt. Nem kell, már letiltottam neked. Nya. Nekem miért nincs kis testvérem? Mert este nem alszol, és ezzel elijeszted a gólját. Mentem, puszi Szonya. Oké. Mi volt ez? Na megjöttem. Nem megmondtam, hogy ne nézz horrort. Mama, gyere, beszélnünk kell. Beszélnünk kell? Igen. Meg kell beszélnünk, hogy végül mit vegyünk papádnak szülinapjára. Jó. Anni, kérlek, vidd le a szemetet. Oké, anya! Kitites volt, jobbra menj! Mondom, hogy most vidd le a szemetet! Jó, negyed óra is leviszem, anya, de most online toljuk! Búrján, Fanni, azonnal vidd le a szemetet! A vezeték nevemet mondta. Bocs, Tani, mennem kell. Megyek, édesanyja! Hányszor kértelek, javulj meg, édeslányom, mert előbb-utóbb elvisz az ördög. Hiszen javulnék én, anyám, de nem megy az könnyen falu helyen. Vettem egy üléshozatot. Hát, nincs is kocsit, Bence. De hát, te is szoktál melltartót venni. Erika! Hogyan szerezz magadnak pasit? Első lépés, engedd el magad, légy laza. Légy életvidám, és végül járj el szórakozni, de ne a csajokkal. Mi van? Ezt a baromságot. Anya, átmehetek az emeséhez? Nem. Oké. Okay. Szia, apa, átmehetek az emeséhez. Teszed le a telefont! Köszi, apa, puszi. Mori, visszaszaladok még valamiért. Mi? Anya, vedd már fel. Lassabban kérem. Anya! 18.844 forint lesz készpénz vagy kártya. Juti, valaki csenget. Oké, okay, akkor nyiss el ajtót. Én? Csak a pizzát hozták meg, Reni. Oké. Okay. Parancsolj, jó étvágyat hozzá. Köszönöm, viszont kívánom. Viszont kívánom. Kincsem, gyere, vacsi! Gyere, szívem, kész a reggeli. Mi hűtőbe a fagyasztó? Mi? Meg kell sütni a jégkockádja. Jól vagy, anya? Anya? Mi? Persze, jó, gyere, vacsi! Anya! Ti, apa, gyere gyorsan haza! Kincső, már megint miért rendeltél új ruhát? De anya, a legújabb kutatások szerint az új ruha nyugtató hatással van az idegrendszerre. Növeli az önbizalmat. És a hangulatodat is javítja! Mi volt ma a suliban? Képzeld, anya, ma én voltam az egyetlen, aki jelentkezett a tanárnéni kérdésére. Nagyon ügyes vagy, Napsugárna, és mi volt a kérdés? Hát, hogy ő kitörte be az ablakot. Micsoda? Bianca, nem láttad a töltő? Miért van nálad a töltő? Miért van nálad a töltő? Ó, mert csak 5%-on vagyok. Mert csak 5%-on vagyok. Mert csak 1%. Mert csak 1%. Add vissza. Add vissza. Anya! Nesze! Anya, van még ékrém a hűtőbe? Persze, ott van a helyén. Oké, köszi. Kész te is, anya? Kész is, ne hozz egyet. Tessék, anya. Köszi, kincsem. Brigi! Anya, anya! Mi van? Mondd neki, hogy nem érek rá. Ki ez? Csak mondjad, Léci! Hello. Dorka anyukája. Hangosíts ki, anya! Nem tudok beszélni a Dorkával? Nem. Beteg. Sajnos nem tudsz vele beszélni, mert... rekeg. Ó, oh, mármint, hogy beteg. Köszönöm, jó pulást, neki csokolom. Nincs mit. Ja, várj még egy percet. Igen. Azt üzeni, hogy bocs, te sóf. Jó napot. Anya! Most nagyon kell félnem, ugye, néni?
Blanka, gyere ebéd! Blanka, mondom, hogy ebéd! Iktasd már ki, ott van a Állíts meg ebéd! Anya, online toljuk! Nem érdekel, hogy online vagy nem online, most kikapcsolod! Ki? Anyám, na mindegy, azért én feltöltöm előtte a gamer lapot, YouTube-ra, puszi! Te soha nem láttad a felsőmet? Futás! Most meg vagy... Anya! Ivet, Vani, fejezzétek már be! Oké, anya. Oké. Anyucink, ma kaptam egy intőt. Miért? A tanár megkérdezte, hogy mennyi 3x2. És? Mondtam is neki, hogy 6. Hát akkor mi a baj? Aztán megkérdezte, hogy mennyi 2x3. Na de mi a különbség? Hát én is ugyanezt kérdeztem. Jók, megjöttem. És? Hát... Mi volt? Ne! És igen? Micsoda? Igen. Megcsókod! Megint mosogass majd el, kérlek. Jó, megteregess majd ki. Itt eszembe apáddal azt beszéltük, hogy vennénk neked egy autót. Micsoda? Ez komoly, anya. Nem, csak kíváncsi voltam, hogy ezt meghallod-e. Na állj neki, csináld meg, amiket mondtam. Né. Anya, akkor szilveszterezhetek a botinát? Kérdezd meg apádat. Apa, akkor szilveszterezhetek a botinát? Kérdezd meg anyádat. Bocs, tesó, még mindig nem tudom, hogy mehetek-e. Megint hogy nézel ki? De anya, a gamer napot tartok. Gamer napot? Anya, mondom, hogy gamer napot. Hogy gamer napot. De milyen is az a gamer nap? Anya, menj fel a YouTube-ra és meglátod a gamer napot. Neved Wifi? Nem, miért? Csak mert kapcsolatot érzek köztünk. Mondd csak, fájt. Mi? Amikor kiestél a mennyből. Na és, vallásos vagy? Miért? Mert te vagy a válasz minden imára. Fizetnénk! Tesó, megehetem a csokidat? Miért nem tudsz kopogni, amúgy már megetted a magadét, szóval hello. Oké. Azt a... Mi van már? Anya! Mi az? Na, nekem adod a csokit, Réka. Igen. Már semmi? Oké. Okay.